Számos játékkal várták a szervezők az általános iskola diákjait a faluházban, illetve annak környékén. Csapatokban több helyszínen folytak az ügyességi játékok. Volt ilyen festős, hogy bekötik a szemed, az is akkor festenét kell, meg voltak ilyen, hogy a tobozokat, meg volt ilyen, hogy a lufit addig fújod, ameddig ki nem durran, és 5 percet volt rá. Semennyit kidurrantasz, annyi pontod van. 10 fős csapatokba kell dolgozni, minden csapatnak van egy színe, és nagyon jó eddig a játék. Az eseményt először tavaly Velebiten szervezték meg, ebben az évben pedig Oromhegyes volt a házigazda. A két település általános iskolás tanulói mérték össze tudásukat, ügyességüket és állóképességüket. Voltak magyar gyerekek, szerb gyerekek, roma gyerekek. Nekünk az a lényeg, hogy az itt élő kultúrákat tudjuk barátkoztatni, megismerkedhessenek a gyerekek egymás kultúrájával, nagyon élvezik. Igaz, hogy vannak némi nyelvi nehézségek, de megoldják a gyerekek, mert a játéknak egy nyelve van, és ezt nagyon szépen tudják a gyerekek kezelni és megoldani. A falvak mihojnapi találkozóját többek között Magyar Kanizsa önkormányzata támogatta.